Hello, szia drágám! Remélem minden rendben van nálad. Velünk minden oké, jól telt a karácsony, csak nagyon-nagyon hiányzol már. Remélem jól halad a munka, és nem soká hazajössz már. Én ezt egyedül már nem bírom tovább. Nóri, és már olyan nagy minden tönkretesz a lakásba, leszette az összes karácsonyfadét, de nagyon tetszett neki a karácsonyfa, annyira élvezte, és úgy örültek az ajándékoknak, amit küldtél, főleg Hanna a babaháznak, de már teljesen szétszették azt is, úgyhogy jó lesz, ha jössz és összerakod újra. Most is itt vannak, áthívták a lányokat játszani. Olyan ricsaj van, gondolom hallotta, és maradjatok csendbe egy kicsit, hagyj beszéljek apával. Várj, állítok egy kicsit a kamerán, hát ha akkor jobb lesz. Remélem így már Anna, jobb. De ne oda dobáld, már mondd! Tetszett az ajándék, amit küldtem? Azért, ha hazajössz, lesz még egy meglepi neked. Szilveszterkor se nagyon megyünk sehova. Azért, hogy tudtok bulizni oda, vagy nem? Nem igazán, ugye? Hát, én sem tudom, hogy mivel fogjuk tölteni, lehet, hogy megint áthívjuk a lányokat, legalább a gyerekek jól érezzék magukat. Na, mi folyik ott? Hagyjátok már abba, őrület, ami itt van. Várj egy picit, kérlek. Na, kicsit hátrébb vittem a kamerát. Végére csak belejövök. Látod, milyen jó, hogy vettük ezt a kütyüt karácsonyra? Tudok neked filmet készíteni, de még egy kicsit hátrébb viszem. Na, remélem, most már akkor minden oké. Jól látsz. Na, szóval... Ezt komolyan mondom, nem hiszem, hogy látod, mi van itt? Már nem tudom, ki hiányzik még ide. Na, mindjárt jövök és folytatjuk. Na, ad ide. Hozd vissza.